Ki teremtette ezt a világot, az egész világot, az egész világot. Régi vágya vált valóra a nyíregyházi reformátusoknak, hiszen nagy szükség volt a református bölcsőde és az általános iskola mellett egy óvodára is. 2021. júniusában tették le az intézmény alapkövét a Kisernő és a Deák Ferenc utca sarkán lévő telken. Az intézmény szeptember óta a Jókai Mór református általános iskola és óvoda tagintézményeként működik. A napunkat gyakorlatilag áthatja a hit, hiszen a napjainkat csendes percekkel kezdjük, amikor kis imádságokat, itt a megnyitón is elhangzott énekeket tanulunk, bibliai történetekkel körítve. Tulajdonképpen az óvodai nevelés országos alapprogramja az az alapdokumentum, ami az óvodáknak a működését szabályozza, és tulajdonképpen az abban meghatározottakon túl mi még egy plusz tevékenységgel bővítettük az óvodai életet, ugyanis itt minden héten egy bibliai történet feldolgozó tevékenység is van minden csoportban, az életkori sajátosságuknak megfelelően igyekszünk a gyerekekkel megismertetni a bibliai történeteket. Étkezés előtt, étkezés után imádkozunk, és hát a mindennapokban is úgy igyekszünk élni, hogy a keresztény értékrendünknek az megfeleljen, mi mindannyian felnőttek, példát mutassunk a gyerekeknek a mindennapokban. Kovács Ferenc nyíregyháza polgármestere megnyitó beszédében úgy fogalmazott, az önkormányzat csaknem az összes óvodát felújította a városban, és a történelmi egyházakkal is jól tud együttműködni. Ezen a hétvégén két református óvoda is átadásra került, amellyel mind a város, mind a gyülekezet gazdagodott. Vinnai Győző országgyűlési képviselő hangsúlyozta, a kormány álláspontja szerint az energiaválság ellenére sem szabad feladni a családtámogatási stratégiát. Nyíregyháza azon megyeszékhelyek közé tartozik, ahol nem csökken a népesség, hanem ha csak nagyon szerényen is, de növekszik. Ez köszönhető a családtámogatás rendszernek, köszönhető annak, hogy Nyíregyháza gazdaságilag is fejlődik, és többen beköltöznek, mert itt munkahelyet találnak, és ezért szükség van bölcsödékre, óvodákra, iskolákra. Az intézményben jelenleg két teljes létszámú csoport, vagyis 50 gyermek kezdte meg az évet, 4 óvodapedagógussal és 2 dajkával. A jövőben akár duplájára nőhet a létszám. A magyar kormány egy összegű egyszeri támogatást nyújtott a Magyarországi Református Egyház számára 35 milliárd forint összegben, arra, hogy 66 óvodát építsen vagy bővítsen, és ezek között egy a Nyíregyháza városi gyülekezetnek a belvárosban levő óvodája, 1 milliárd forint bekerülési költséggel építettük fel ebből a támogatási összegből. Korábban az egyházközség vásárolta meg a épülethez szükséges telket. Ebben az épületben 4 nevelési csoport került kialakításra, ez azt jelenti, hogy 100 gyermeket tudunk itt nevelni majd folyamatosan, ahogyan felépül az óvoda nevelési rendszere. Ez azt jelenti, hogy 8 óvónő, 4 dajka és a egyéb szolgálatot végző munkakörök teljesítik a küldetésüket ebben az épületben. Az esperes hozzátette, az örökösföldi új templom mellett is felépült egy óvodaépület, ahol 75 gyermeket tudnak fogadni. A beruházás több mint 600 millió forintból valósult meg. Gál Sándor azt mondta, azért döntöttek úgy, hogy egy nagy óvoda helyett inkább 2 építenek, mert nem akarták a város forgalmát növelni. Ehelyett az egyház küldetéséhez híven inkább ők mennek oda, ahol a családok laknak, hogy fogadhassák a gyermekeket. Az esperes szerint ezt az üzenetet hordozza az új örökösföldi református óvoda, amelyet a múlt hét végén szintén átadtak.